Nem csak a dalban, hanem a valóságban is esett az eső szombaton a múzeumfaluban. De ez sem tántorította el az érdeklődőket attól, hogy részt vegyenek az idei mártonapi programon. Nyilván ennek oka volt az is, hogy sok libás finomsággal várták a látogatókat. Teljes libát feldolgozzuk, az úzából pörkölt, egy kapros tepertős galuskával, a májából egy hagymás máj, az aprólikából csináltunk toroskáposztát, savanyúkáposztával, meg a ludaskása természetesen, de ugye a ludaskása ne legyen, csak az aprólikból adunk egy szájtövet is. A nagy klasszikus ugye a libacomb, várott káposzta, hagymás törtből, az elmaradhatatlan. Ingyenségnek akkor lesz még egy kis liba mellét is, megsütjük kis vörösbolót pácolva, az bírsalmával, almával, káposztás tésztával, desszertnek ludláb. Így hirtelen most ugye a kollégák dolgoznak, mindenki csinálja még most. Persze nem maradhattak el a libák sem Márton napján. A hagyomány szerint ugyanis a szombathelyi születésű későbbi túli püspök, Szent Márton nem akart magas egyházi rangot vállalni, ezért elbújt a szertartás elől, de a hangos libák leleplezték rejtek helyét. A múzeumfaluban liba szépségversenyt is rendeztek. A nagyobbik az Tyui, ő másfél éves, mind a ketten bütykös libák, Tyui kisasszonynak az anyja, kisasszony fél éves, Tyui másfél, Tyuinek az a második versenye, kisasszonynak az első. Később kiderült, hogy az első bálozós kisasszony győzött a versenyen. A népi hagyományokat is megismerhették az érdeklődők. A karácsony előtti böjtnek, a 40 napos böjtnek az utolsó ünnepe. Tehát ilyenkor valóban mindig a lakomáké volt a főszerep, az italozásért, a boré volt a főszerep, és ezeknek mind-mind jelentőségük volt. És hát rengeteg néphagyomány is fűződik a lakmározásokhoz, amellett ugye persze, hogyha valaki mondjuk nem eszik libahúst Márton napján, ugye akkor egész évben utána éhezni fog. De például ugye megjósolták az időjárást is. Egyrészt a térre következtettek abból, hogy aznap milyen idő van, hogyha sáros idő volt, akkor ugye hosszú tél lehetett számítani, és keményre, hogyha ellenkezőleg, akkor természetesen a másik oldal, de ugyanúgy például a libacsontból is, a melcsontból is erre tudtak jósolni, hogyha rövid és barna volt az a melcsont, akkor kemény tél következett, hogyha mondjuk hosszú és fehér, akkor pedig egy havas tél volt várható, úgyhogy érdekes minden, ami a Márton naphoz kapcsolódik, de azt hiszem, hogy ennek így van jelentősége, és így volt ez kerek. Sokáig ez volt az év utolsó nagy esemény a múzeumfaluban. Idén másképp lesz, még december közepén is várják majd a látogatókat. Egy remek évet zárhatunk, én úgy gondolom. Ahogy a látogatószámot így nézzük, és statisztikát készítünk, azt gondolom nem marad el a tavalyi évtől ez sem. Igazából az összetétele egy kicsit változatosabb, sok diákcsoport érkezett hozzánk. A turisták már kevésbé voltak olyan aktívek, de a programjaink viszont nagyon nagy látogatottságnak adtak helyet, és hát a karácsony lesz végül is, elmondom a nagy titkot. Az az időszak, az advent időszakban szeretnénk egy falusi adventet feleleveníteni, hiszen már itt Nyíregyházán kevéssé kántálnak házaknál, vagy pedig nem nagyon ismerik a betlehemezést, úgyhogy meg szeretnénk ezt mutatni egy falusi környezetben, természetesen néptánc csoportok és hagyományőrzők segítségével, és aki még nem csinált házi szaloncukrot, vagy nem készített el a karácsony ajándékát, azt nagy örömmel várjuk a múzeumfalu utolsó alkalmára, ami december 16-án lesz. A múzeumfaluban az esős idő ellenére több százan látogatta ki november 11-én, Márton napján.